35 tanárt és oktatási irányítási tevékenységet segítő dolgozóját ismerte el a Szekszárdi Szakképzési Centrum a Tamási Vályi Péter Szakképző Iskolában megrendezett ünnepségen pedagógus nap alkalmából. A Szakképzési Centrum 9 tagintézményének munkavállalóit díjazták, vagy azért, mert kiváló eredményeket értek el diákjaik különböző versenyeken, vagy pedagógiai munkájukkal tűntek ki, ahogy a tehetségeket vagy éppen a különleges bánásmódot igénylő diákokat kezelték. Most elismerjük azokat a kollégákat is, akik valamilyen országos szakmai versenyre készítettek fel a gyereket, és ott komoly eredményt értek el a tanulóikkal. De egy nagyon fontos, egy másik része, amikor nem csak a tehetségeket gondozzuk, hanem a lemozsolódást is csökkentjük, tehát azokkal a gyerekekkel, akik különleges bánásmódot igényelnek, ővelük is külön foglalkozunk. Önállók nyilván nem a verseny eredményeket fogjuk díjazni. Elismerést vehetett át a 25 éve tanító Fájné Balogh Klára is. A Paksi első István szakképző iskola tanára 3 év múlva vonul nyugdíjba, ezért még inkább örült annak, hogy a nyugdíjba vonulása előtt díjazták egyik eladónak tanuló diákját. Szakma kiváló tanulója lett. Azt mondja, a tanítást hivatásának tekinti, és minden részét szereti. Az idén nagyon szép eredményt értünk el, ugyanis országos díjazottunk lett a szakma kiváló tanulója versenyen egy tanulóm, amire már nagyon régóta vágytam, hogy amíg az nyugdíjba kerülök, legalább még egyszer átérezhessem ezt az érzést, mert már volt rá példa, de mostanában sajnos nem találtunk ilyen tanulót, és most sikerült, és nagyon örültünk neki. A Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó 9 iskolába 3700-3800 tanuló jár, és 550 fő végez oktatói munkát az intézményekben.